Nyíregyházán tartotta kétnapos ülését a sportszakmai kollégium, amely a magyarországi testnevelési és sporttudományi felsőoktatás szakmai kérdésében dönt. A rendezvény vendége volt Mocsai Lajos, a testnevelési egyetem rektora, aki 4 pontban foglalt össze a legfontosabb tennivalókat. Az első terület a kimeneteli rendszernek, tehát a KKK-knak a követelményi kimeneteli szabályozásának a tartalmi megtervezése folyik. 2017-ben bevezetésre kerülő új felsőoktatási rendszerhez kell csatlakoznunk, és ennek a tartalmi jegyei. A második, szeretnénk azt, hogy a bemenet, amely meghatározza a kimenet minőségét, szeretnénk egységesen a szakkollégium létrehozni egy olyan fölvétel és bemeneti szabályzatot, amely mind a középiskolai, mind az egyéni, illetve a szakkollégium által kidolgozott fölvételi rendszer biztosítja a minőségét a bemenő hallgatóknak. A harmadik dolog a felső oktatásban létrejövő sportképzési feladatok, mind a minőségi sport támogatása, mind pedig lenne a létesítményrendszerrel a szabadidő és a hasznosítható idősport tevékenységének támogatása. Negyedik pedig lenne a mozgássérült vagy különböző fogyatékkal élőknek azon lehetőségek biztosítása, amely a felsőoktatásban való részvételüket jelenteti. A nyíregyházi főiskolán jelenleg a testnevelő edző és a sportszervező a két érintett alapszak, a jövőben azonban változik a képzés rendszere. Ami érdekes lesz 17-től, hogy a testnevelő edzőszak, ez egy nagyon fontos információ, tulajdonképpen kivezetődik, megszűnik, és csak edző szak lesz, amely szakedző végzettséget fog adni egy adott sportágban. A másik, ami változás lesz, ugye van sportszervező alapszakunk, hogy ehhez a sportszervező alapszakhoz csatlakozik a rekreáció. A neve az lesz az alapszaknak, hogy sport és rekreáció szervező. BSC lesz. Mi per pillanat sportszervező alapszakkal rendelkezünk, és terveink között szerepel, hogy a másik szakirány, mert a szakirányként fog majd működni, az alapszakból 2 szakirány lesz, a rekreációt is szeretnénk majd akreditáltatni. Az intézet igazgató elmondta, hogy aki testnevelő tanár akar lenni, az osztatlan képzésre jelentkezzen. Jelenleg 8 közismereti tárgyal lehet párosítani a testnevelést, amely még népszerűbb lesz, mivel a mindennapos testnevelés bevezetésének köszönhetően a korábbinál több pedagógusra van szükség az iskolákban.